tagadhatatlanul voltak kifejezetten rossz periódusai, amikor inkább rémálomnőnek számított. Ezekről a hullámvölgyekről is mesélt az Aktívnak adott exkluzív interjúban. Britney egyébként a könnyű zene egyik legfelkapottabb szupersztárja, aki szinte babakora óta reflektorfényben él, így jó pár sikerrel és kudarccal küzdött meg az évtizedek során. Videóklipjében nem csak elutasító, de jól ki is osztja a sajtó képviselőit. Nos, Britney Spears az interjú ugyan nem tett megjegyzéseket, sőt, láthatóan végig megpróbált mosolyogni, de távolságtartó volt, és még kezet sem fogott. So nice to meet you, Britney. Londonban egy luxus szállodában készítettünk exkluzív interjút a híres és egyben hírhet Britney Spears-tel. Szóba kerültek a gyermekei turnéja, de azt is elárulta, mire vágyik a hétköznapokban. Az énekesnő hamarosan 30 éves lesz, így nem csak a visszatérés elsőprő sikerére vágyik, hanem sok minden másra is. I feel like, you know, én úgy érzem, rengeteget dolgoztam az elmúlt 10 évben. A 30 nekem is egy fordulópont, mint mindenkinek. Ez egy új szám, ami lehetőséget ad, hogy megnézem most, hol is tartok, és mi történt eddig velem. Így meg tudom határozni, hogy hova tovább. Új világkörüli turnéja a napokban ért Európában, és most pénteken már a magyar közönséget szórakoztatja. A többszintes színpad adja a koncert alapját, amelyen a díszletek szinte számról számra változnak. Akár csak a ruhák. Britney és a 16 táncos tucatnyi alkalommal öltözik át a koncert alatt. A pörgős, táncos bulihoz azonban elengedhetetlen a tökéletes kondi. Well, I've worked out a lot. Nagyon sokat edzek. Mondjuk most pont nem edzettem egy jó ideje, de a turnén muszáj mindig rendszeresen edzenem, hogy karban tartsam magam a sóra. Szükség is van az edzésre és az egészséges életmódra. Bár az utóbbi években láthatóan sokat tett a visszatérés érdekében, Britneyre a legtöbben még mindig botrányai, válása és összeomlása miatt emlékeznek. A tini sztárból lett popcsillag 20 éves korára mindent elért. Siker, csillogás és a tökéletes karrier. Már a Mickey Eger klubban énekesnőnek készült, és 17 éves korára el is érte, hogy világszerte milliók énekeljék az akkor még igen szexi Britney dalait. A szakma díjazta, és persze a saját csillagát is megkapta a híres hollywoodi sétányon. Első jele annak, hogy valami nem stimmel körülötte, az a Lucky című videóklipje volt. Egyesek szerint az énekesnő itt saját magáról énekel. Egy olyan lányról, akinek megvan mindene, mégis sír esténként. Az igazi mélyzuhanás azonban akkor kezdődött, amikor feleségül ment háttértáncosához, Kevin Federline. Az emberek mindent elvennek meg tőlem, kivéve az igazságot. A kérdés csak az, hogy vajon mit szólnak majd az igazsághoz? Vajon képesek lesznek feldolgozni? Hát, nem tudom. A kamerák követték minden lépésüket, de mégis még közelebb engedték a külvilágot. Énekelnek, napoznak, nyaralnak. Lépten nyomon kamerázták saját magukat, majd eladták egy amerikai tévécsatornának. Tudják, az emberek úgyis ennyi mindent hallottak már a kapcsolatunkról, az esküvőnkről. Az igazat eddig csak mi tudtuk, de most ezekből a felvételekből végre mindenki megtudhatja. Aztán egyre kaotikusabbá vált kettőjük kapcsolata. Ebben az időszakban készült ez a videóklip. Itt már tetlegességig fajult a sajtóval a kapcsolata. Magánélete teljesen tönkre megy, és a videó végén Britney egy kádban véget vet életének. Házassága alatt már semmi sem maradt az egykor szépséges énekesnőből. Sokszor szakadtan, igénytelenül jelent meg. Úgy tűnt, elege van a csillogásból, és megpróbált hétköznapi életet élni. Ráadásul karrierje sem szárnyalt már, úgyhogy egy teljesen új feladatot szemelt ki magának. Anya lett. Persze ezért is rengetegen bántották, mondván, hogy nem érett még a feladatra. Pláne, hogy hónapokon keresztül csak a féktelen bulizásról szólt az élete, és a részegen kivillanó intim testrészekről. Végül el is vette a bíróság Britney szülői felügyeleti jogát, és az apára bízta a két gyermeket.
A botránysorozat fináléjaként pedig kopaszra borotválta a felét. A hajszálakból ugyanis hónapokra visszamenőleg ki lehet mutatni a drogfogyasztást, és akkor a gyerekeitől is végleg búcsút vehetett volna. Most azonban minden tekintetben arra készül, hogy megmutassa a világnak, végleg leszámolt ezzel a korszakkal, újra sikeres énekesnő szeretne lenni, és persze új álmokat szöröget. Nagyon szeretnék filmekben szerepelni. Na meg új duettekre és új feladatokra összpontosít, nem is akármilyen névsorral. Szeretnék Ben Stefanival dolgozni, aztán Lenny Kravitznek és Julia Robertsnek is nagyon örülnék. Azt mondja, most már nem fordulhat elő, hogy valamire ne legyen ideje. Pontos beosztás szerint él, és mindenre szám elég idő. Van egy fantasztikus dadánk, akire számíthatok. De igazából nagyon szeretem azt, amit csinálok, és talán pont ettől tudom jól összehangolni a magánéletem és a munkám. Sőt, annak ellenére, hogy a sikerült nem mindig tette boldoggá, gyermekeit nyugodt szívvel engedné a showbiznisz világában, akár 5-6 évesen is. Ha lesz benne kelszentség az éneklés vagy a tánc iránt akár fiatalon, akkor 100%-ban támogatni fogom őket. Ha kívánhatnál a sorstól egyetlen egy dolgot, mi lenne az? Biztos boldogságot minden napra. Vagyis hiába adatott meg neki a gazdagság és a siker. Az állandóság és a boldogság még mindig hiányzik az életéből. Én büszkeséggel szeretném még hozzátenni, hogy bár Britney Spears járt már Magyarországon koncertezett mi nálunk, most először adott interjút magyar TV csatornának.